Holnaptól vasárnapig Kiskunhalason rendezik az országos minősítő Díjugrató és Prix versenyt, amiről vasárnap 19:10 perctől összefoglalót is láthatnak majd egy legi sport egyen. Most pedig kezd csináló, következik Szatyori egy Kristóf Díjugrató szakbizottsági elnökkel. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt Gerusz. kívánok. Na no, hát egy több, több mint fél évszázada meglévő hanemről beszélünk, aminek minden szempontból persze a hagyomány mellett szükség van a megújulásra, Ahogy így olvastam a programot a szervező nagyon komoly erőfeszítések történtek ennek érdekében, hogy a közönség minden szempontból a közönség igényeit ki lehessen szolgálni, de gondolom, hogy azért a versengés csak a legfontosabb, nem? Kiskóhalas mindig is egy nagyon baráti lovas hely volt, ahol minden évben nagy versenyeket rendeztek, és ugye ez a május első körül időpont, ez már ott hagyományává vált, mindig próbálnak a szervezők, és maga a város is nagyon barátian áll hozzá ehhez a lovas rendezvényhez és a lovas rendezvényekhez. És hát legfőbb, legnagyobb dolog, ami idén megvalósult, az, hogy a melegítő pálya, ami igazából már egy elavult pálya volt és elavult felülettel rendelkezett, ez teljesen megújult, és hát ennek a lovasok, ló tulajdonosok nagyon örülnek, hiszen egy modern körülmények között versenyezhetnek idén már. Hát azt gondolom, hogy ez, ez minden szempontból nagy fejlődés, de ahogy így látom, mindenféle infrastruktúrális változás is történt, sőt, hát infrastruktúrán túl szomoravatásra is készülnek a helyek újra, ugye? Így van, tehát valamikor ez egy határő laktanyának a része volt ez a pálya, ami kiskolas közepén található, és hát ugye az infrastruktúrális fejlesztések azért nem nagyon valósultak meg, és most úgy mondom egyszerre szinte sok minden, és hát a múltnak az emlékét ezzel a szoboravatással. Próbáljuk életben tartani, és az ellátogató közönség és, és szórakozni vágyó embereknek pedig egy tényleg egy komplex programot szeretne, a verseny. lelátó Biztos... változott, a lelátó megújult, tehát maga nyilván az a rész is, a, nem csak a versenyzők oldalára a történt pozitív változás. Így van, a, a közönség a is kényelmesen élvezheti a versenyt, hiszen ez egy igazából azt lehet mondani, hogy ez egy stadion, egy lovas stadion. Uh -huh. Na hát ugye egy több napig tartó programról beszélünk, egészen hosszú itt is, ahogy megnéztem. Mely napokon lesznek az igazán hangsúlyos? versenyszempontjából fontos történések. Tehát maga a dívrató verseny csütörtöktől vasárnapig tart, 33 versenyszám kerül kiírásra, A május 1 az péntek, péntek délután lesz egy magasugró versenyszám, ami kiskalsó hagyományos. Ugye itt a magyar csúcs is esetleg veszélybe lehet, az 219 centi ez Komoly, e tehát akár megdőlhet pont ezen a helyszínen? Én úgy gondolom, hogy, hogy közelébe lehet érni. A két méter az általában egy ilyen szimbolikus határ. Én azt gondolom, hogy ez meg lehet idén. Nyilván ehhez jó talajviszonyok kellenek, tehát az időjárásnak is partnernek kell lenni. Hogy ki lehet erre esélyes erre... <coughs> Hát Kovács Kárló talán ő, ő nevét említeném, meg neki van egy olyan rutinos lova, ami erre a verseny abszolút mm -hmm. megfelelő. Én úgy gondolom, hogy ő, ő talán azt lehet mondani a legnagyobb esélyes. De a legnagyobb esemény az a vasárnap 12 órakor kezdődő Grand Prix ami a Díjúrató Szakbizottság által életre hívott Grand Prix sorozat első állomása. Ez négy szabadtéri versenyen lesz megrendezve az ország különböző részén, és az első lesz itt kiskúalasan, egy kiemelt pénzdíja van, és egy 150 cm-es alappályán zajlik, ami Magyarországon a legmagasabb méretet jelenti. Mi, mit jelent a kiemelt pénzdíj? 1,2 millió forint az öszdíjázása, az tehát az első hat helyezett között. Kerül lesz kiosztása. Uh -huh. Ugye hát arról van szó, hogy végül akkor ez egy négy Grand prix álló állomásnak az első megméletetése. Szezon szempontjából mennyire várható itt már jó forma, tehát mennyire tapogatózó ilyenkor meg a Kárló és Lovas. A legjobb időben vagyunk, én úgy gondolom, hiszen a fedett pályán is már ö, úgymond föl lehetett valamelyest készülni arra, hogy a szabad téren úgymond a top időszakban mindenki ö, formában legyen. Ugye, március végéig tartott a fedett pályás szezon, most áprilisban is már voltak felhozó versenyek, és nagyon jó, hogy ez a Grand Prix sorozat első részeit Kiskolason most megrendezésre kerül, hiszen idén a díjúratásban Európa-bajnokságot rendeznek Igen. Németországban, és a korosztályos Európa-bajnokság is szerencsére nagyon közel Ausztriába lesz. Így a válogatottaink számára is ez egy nagyon jó színfelmérő verseny, hát sőt, több annál, hiszen ez egy nagyon komoly sport. Értékel Mindig is egy nagy eredmény volt, ha iskolason valaki egy nagy díjban eredményt ért el, vagy megnyerte. De tulajdonképpen akkor ez önmagáért is cél ez a verseny, ha jól értem. Így Nem van. Hát ez egy, ez egy ez egy meghatározó verseny a magyar díjú sportunknak. Nagyon sokféle egyéb szórakoztató program is lesz. Ugye, hát gondolom ez a fő verseny, szó is esett lóra, róla, a, a vasárnapi napon maga, maga a Grand Prix. Mérhetetlen mennyiségű bemutatót látok, és sok minden egyebet Ez gondolom mind. A hagyományőrzés mindig iskolason egy szintén egy meghatározó rész volt, ott egy huszárbandérium már régóta működik és tevékenykedik, rengeteg gyereket von ebbe bele, és szakmailag is egy kifogásolhatatlan oktatói része van ennek, és úgy érzem, hogy ez egy látvány, ez, egy, ez, egy, ez erre fogékony a mai fiatalság, a mai gyerekek, és ez lesz különbözőképpen a, igazából a, a húszáság bemutatása, és a húszáság és a lóval való foglalkozásnak a lehetősége lesz test közelben megérinthető. És ez, és ez valóban, tehát eredetileg lehet mondani tapasztalat alapján, hogy ez ma egy olyan témakör, amivel a fiatalokat meg lehet fogni, hiszen ez olyan nehéz dolog, annyiféle impulzus ér őket a világban. Így van sok a program, de én úgy gondolom, hogy a kard, a, a csaták, a ló, a felszerelések, a kengyelnyerek, a táborok, ezek mindig úgy mond. Téma, és mindig egy érdekes téma, és azt látjuk, hogy, hogy, hogy a ló és a, az ember szeretete az a mai fiatalokban is él. Úgy nagyságrendileg lehet tudni, hogy körülbelül hány ember mozdul meg erre a négynapos rendezvénysorozatra. Azért is kérdezem, hogy azt én értem, hogy végül is ez egy több mint fél évszázados, Kiskunhalason nagy hagyományokkal bíró rendezvény, de ez egy. Hogy mondjam, ország részről, sok helyről érkező közönséged is megmozik, akár országhatáron túlról is. Egyetlen egy dolog van, ami kérdője az időjárás, ugye ez egy szabad tévás, és ez mindig ez benne van. Én úgy gondolom, hogy ha az időjárás jó lesz vasárnap, akkor teltház lesz, ami körülbelül 3000 embert jelent, és hát valószínűleg, remélhetőleg a televízió csatornán keresztül is sokan fogják nézni, ez egy nagy érdeklődés van. És még azt tenném hozzá, hogy nem csak magyar lovasok fognak, itt mm -hmm. pedig ez egy nemzeti verseny hanem egy horvát pályépítő lesz, Eduard Petrovic, aki Európa Bajnokság pályát is építette, tehát ő egy komoly szak és szerb, horvát, Magyarország közeli országok lovasa is eljönnek. Tehát igazából ez egy verseny nemzetközi résztvevőkkel. Ha most így dönteni kellene, ugye itt egy napos programról beszélünk, és valaki azt mondja, hogy jó, hát neki indulunk, ugye három nap ebből a hosszú hétvége nyilvánvalóan, akkor, akkor mit javasolnál, melyik, melyik napra koncentráljon igazán? A péntek, szombat, vasárnap az úgymond a kiemelt része, a csütörtök egy felvezető szerepet kap, pénteken egész nap, úgyban május elsői programok is és a maga iskolas városnak a programainak egy részét is adja. De talán azt mondom, hogy aki magáért a sportért megy, az, az vasárnap tud igazán ebből élvezetesen szereplő kapni. Éve. Na hát akkor úgy tűnik, hogy egy, egy gyönyörű átfogó, és hát remélhetőleg jó időben zajló igazi szabadtéri program kínálat várja nem csak azokat, akik Kiskunhalason vagy a környéken hanem mindenkit, aki szeretne ennek a részesévé válni, és hát természetesen azok, akik a helyszínen lemaradnak a Digi Sport a vasárnapi napon láthatják a legfontosabb részeit az események. Sok sikert a további Köszönjük köszönöm szépen! szépen én is.